Nagyon jó, szuper! Testnevelés óra keretein belül is sok középiskolás diák és egyetemi hallgató használja a futópályát. A 8 sávos, salakos pálya azonban az atléták versenyre való felkészítésében is nagy szolgálatot tesz. A futósávok felújítása évek óta tervben volt. Ezek közül is legfontosabb a legbelső sáv, hiszen a középtávfutók ezen edzenek. Most ez a pályaszakasz új salakot kapott, így kényelmesebbé vált a sportolók számára. Ez a salak már eléggé megkopott, ugye, és nem csak a mi atléták, sportolók használjuk, főleg a belső kört a Szegély mellett, hanem a kocogók is, akik igényük van a mozgásra. Körülbelül 10 éve volt utoljára belső kör lesalakozva, és most sikerült önkormányzati segítséggel, Nagy Bálint, most már polgármester segítségével ezt az egészet megvalósítani, és Salgótarján mellől hozták a salakot. A salak elterítését és hengerezését a VÜSZ Kft. Munkatársai vállalták. Keszthely város vezetése kiemelt szerepet szán a sportnak. Ez nem csak az egészséges életmód, hanem a közösségépítés szempontjából is rendkívül fontos. A város vezetése ezért döntött úgy, hogy saját forrásból támogatja az egyetem futópályájának megújítását. Amikor a tavalyi évben, tavaly előtt évben elindítottuk az előkészítését a műanyagpálya kiépítésének, akkor már megfogalmazódott az, hogy a következő feladat, amit meg kell, hogy valósítsunk, az a meglévő salakos pályának a felújítása, és most a szeptemberi bizottsági ülésen tudtunk dönteni arról, hogy az önkormányzat költségvetésének a terhére egyetemmel, illetve a városüzemeltető Kft.-vel közösen együttműködve tudjuk megújítani teljes egészében ezt az egész pályát, a teljes kört teljes szélességében. A belső kör mellett új salakot kapott a célegyenes is. Mindemellett a pályát teljes szélességében elegyengedték és újra hengerelték. A beruházás több mint 800 000 forintba került.